emlékezetben tartani a magyarság épített örökségének jeles műemlékeit. Ez a fő célja Potyók Tamás kárpát-medencei várakról és erőd templomokról szóló festménykiállításának. A tálatot később Nyíregyházán is bemutatnák. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mivel foglalkozunk még mai adásunkban. Köszöntöm Önöket! Pályaorientáció az iparkamaránál, nemrég ért véget az iskolásoknak szóló nyári tábor. Fókuszban a megyék már az első negyedében éreztette hatását a koronavírus. Várak és erőd templomok már több mint 20 épületről készült festmény. Augusztus végéig lehet jelentkezni támogatott mestervizsgára a megyei kereskedelmi és iparkamaránál. Az önköltséges forma mellett idén 20 szakember képzését támogatja az állam. A vizsgák szervezése mellett a pályaorientáció is kiemelt szerepet kap a szervezet munkájában. Mosolygó életvédelm gyerekek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara videójában. A fiatalok tele álmokkal, mint akármelyik hasonló korú társuk. A szervezet azokat szólítja meg a kisfilmben, akik fontosnak tartják, hogy gyermekük álma teljesüljön, és felnőttként azzal foglalkozzanak, amire igazán vágynak. Rajtad múlik, hogy támogatod-e ebben, légy részese annak, hogy gyermeked boldog felnőtt legyen, üzeni a kamara, amely a szülőkhöz hasonlóan abban segíti a fiatalokat, hogy pályaorientáció keretében utat mutasson nekik. Ezt a célt szolgálta a megyei szervezet nemrég véget ért tábora is. Idén is 4 héten keresztül volt lehetőségük a pályaválasztás előtt álló tanulóknak részt venni a programon, ahol minden héten játékos foglalkozások keretében ismertették meg őket több szakma tevékenységével, eszközeivel és szépségeivel, népszerűsítve a kétkezi szakmákat, illetve a szakmatanulást. A táborozó gyerekek üzemlátogatáson is részt vehettek, előbb egy cukrászdában, majd az egyik nyíregyházi hipermarketben, ezt követően egy csomagoló és logisztikai üzemben, végül pedig egy autószalonban. A kamara nem csak nyáron, több más programjával egész évben nagy hangsúlyt fektet a pályaorientációra. És a témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban Nagyné Varga Katalin, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára. Kezdjük sokan, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Ez tehát ez a pályaorientációs tábor már lezajlott. Hogyan, milyen eredményekkel? Ha jól tudom, nem először szervezik meg, hanem évről évre ez már nagy sikernek örvend? Igen. Több évre nyúlik vissza a kamarának a pályaorientációs tevékenysége, ami nagyon sok területből tevődik össze, és ennek egyik része ez a nyári táboroztatás, amit a gyerekek nagy örömére szervezünk, hiszen egy kicsit másabb jellegű, mint maga a tábori élet, a tábori tevékenység, és nagyon szívesen veszik azt, amikor elvisszük őket egy-egy üzembe, üzemlátogatásra, és a gyakorlati élettel is találkoznak. Ez kimondottan az általános iskola felső tagozatos tanulóinak szól, és igyekszünk olyan területekre elvinni őket, ahol megismerhetnek egy-egy szakmát, egy-egy tevékenységet, és igyekszünk olyan vállalkozásokat találni, ahol ki is próbálhatják azt, hogy van-e készségük, érzékük ahhoz a tevékenységhez, és hogy kedvük lenne azt a tevékenységet végezni. A pályaorientáció egyébként egy nagyon összetett feladat, és több szereplős, úgy mondanám, hiszen meg kell szólítani a gyereket, meg kell szólítani a szülőt, meg kell szólítani a képzőket, és meg kell szólítani a vállalkozásokat, akik fogadják a fiatalokat, illetve olyan vállalkozásokat igyekszünk megszólítani, ahol tudjuk, hogy szakember hiány van, és ők kimondottan keresik azokat a tanulókat majd, akik később hozzájuk mennek gyakorlatra. Mindenképpen szeretnénk a fiatalokat arra sarkalni, hogy válasszanak szakmát, nézzenek olyan szakmákat, amiben jól érzik magukat, és felhívni a figyelmet arra, hogy egy szakmaválasztás milyen fontos lehet számukra, és egy szakma végzésével is milyen sikereket lehet elérni. Ehhez kapcsolódnak azok a versenyek is, amiket a kamarák szerveznek, és itt van az országos verseny, illetve ki szoktunk tekinteni, vannak a nemzetközi, az európai és a világversenyek is, a Euroskills és a Worldskills. Sajnos a járvány miatt ezek a versenyek most tolódtak, illetve volt, ami elmaradt.
Az idén az országos verseny elmaradt, és a Euroskills, ami most szeptemberben került volna megrendezésre Grazba, az eltolódott januárra. És ezekre a versenyekre is szoktunk utaztatni fiatalokat, gyerekeket, de pedagógusokat is, illetve olyan szakembereket, akikkel megismertetjük ezeket a versenyeket, ahol új technikákat, új technológiákat ismerhetnek meg. És nagyon fontosak azok a versenyek is, amit a kamarák szerveznek, hiszen mi is szervezünk szakmai versenyeket a vállalkozókkal együttműködve, illetve olyan szövetségekkel, szakmabeli emberekkel, akik egy-egy szakmát nagyon komoly szinten művelnek. Igen, említette, hogy több tényezős ez a pályaorientációs rendszer, mondhatnánk. Hát akkor ez az a bizonyos több tényező. Hát a megyében azért számtalan általános iskola van. Mi alapján választják ki, hogy kik azok, akik részt vehetnek ezen programokon? Először nagyon nehéz volt megtalálni az általános iskolákat, hogy ki az, akit bevonunk ezekbe a tevékenységbe. Most szeretnénk folyamatosan egyre szélesebbé tenni a kört, és most már az iskolák önmaguktól jelentkeznek, illetve már egymástól hallják azt, hogy a kamara ilyen tevékenységet végez, és jelentkeznek nálunk, hogy szeretnének ebben a programban részt venni, illetve a gyerekeket egy-egy ilyen üzemlátogatásra elvinni, és ez nem Nyíregyháza és környékére korlátozódik, hanem megyére korlátozódik, és szeretnénk arra is nagy figyelmet fordítani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket is el tudjuk juttatni olyan üzemekbe, ahol megismerkedhetnek egy-egy tevékenység végzésével, és olyan gyerekeket is, akik a szadott kis környezetükből nem könnyen tudnak kimozdulni, hiszen ennek anyagi vonzata is van. Itt természetesen a kamara ennek az utaztatását, illetve magának a programnak a finanszírozását is végzi. Vannak sztár szakmák, amelyekre jelentkeznének, sokan majd jelentkeznek, hát, is sokan. Amikor megnézik a gyerekek, akkor általában ugye a fodrász, a kozmetikus az, ami népszerű, illetve a cukrász, ami nagyon tetszik a gyerekeknek, de a fiúknak, azoknak nyilván az autószerelés és a különböző egyéb technikai szakmák, amik fontosak, de ezeket így mindenképpen figyelemmel kísérjük. És emellett vannak olyan szakmák, amelyek kihaló félben vannak, és szeretnék népszerűsíteni széles körben. Szeretnénk, igen, tehát vannak olyan szakmák, amik feltétlenül fontosak lennének, ilyenek a hegesztő, az esztergályos. Ezeket is szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy ezek a szakmák, vagy akár a festő, nem ugyanazt jelenti, ami 20 évvel, 30 évvel ezelőtt volt, hiszen ezekben a szakmákban is a technika, a technológia, a digitalizáció nagyon begyűrűzött, és nem azt a szakmát kell érteni alatta, ami régen volt, sok évvel ezelőtt, és ezt szeretnénk a szülőknek is megmutatni, illetve nagyon fontos, hogy a pedagógus is lássa, hogy ezek a szakmák mennyit változtak az elmúlt időszakban. Itt hát olyan célközönségről van szó, akik leendő szakemberek. No, de önök azért programot indítanak olyanoknak is, akik már szakemberek, és gyakorlatilag ezt a szakmájukat még magasabb szinten művelhetik. Ugye? Konkrétan a mestervizsgára gondolok, augusztusban lehet erre jelentkezni. Ez is már egy olyan program, amely évről évre megjelenik önöknél. Igen, a mesterképzést és vizsgáztatást törvényileg csak a kereskedelmi és iparkamarák végezhetik, illetve végzik. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket ezekre a képzésekre. Itt ez egy nagyon összetett képzés, illetve egy összetett vizsga, valóban már a szakmának egy magasabb szinten történő végzése, és ezek a mesterek jó néhány esetben foglalkoznak majd azokkal a tanulókkal, akiket mi a szakképzés irányába irányítunk, illetve vállalkozásokhoz kimennek gyakorlatra, illetve ezzel foglalkoznak még a gyakorlati oktatók is. A mesterképzésnél két különböző terület van, az egyik az a támogatott mesterképzés, erre most 20 főt várunk, 20 fő jelentkezését, de lehet jönni piaci alapon is, amikor ugye a képzésnek a költségeit a résztvevő finanszírozza. A mi kamaránk igyekszik ezt egy viszonylag alacsony szinten tartani, ezt a költséget, tehát szeretnénk, hogyha minél többen mestercímhez juthatnának. Igen, gyorsan telik be ez a jelentkezés. Tehát a 20 fő az már megvan?
Az folyamatosan telik be, a 20 fő az már megvan, de szakmánként változó, hogy a 20 főt hogyan tudjuk indítani. Tehát folyamatosan várjuk a jelentkezéseket, és azt szerint határozzuk meg, hogy ki az, aki bekerül a támogatotti körbe, és ki az, aki nem kerül be a támogatotti körbe. Itt a mesterképzésnél tudni kell azt, hogy van egy vállalkozási ismeretek, pedagógiai ismeretek képzés és vizsga, illetve van szakmai elmélet és gyakorlat, tehát ez nagyon összetett, és meg kell felelni bizonyos feltételeknek, tehát már megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni annak, aki ezt a mesterképzést elvégzi. Miért jó, hogyha valaki mester lesz, mondhatnánk, ez ugye? Egy, tehát mesterré válik. Igen, ez már egy lévén. Címet, egy rangot jelent, hogy valaki mester, tehát a mester ilyen végzi a szakmáját, és ez azt jelenti, hogy különböző feladatok ellátására fel van jogosítva, tehát itt mondhatnám azt, hogy a tanulókkal is kiemelten foglalkozhat, illetve nagyon fontos az, hogy a mestertársaival együtt különböző eseményeken, rendezvényeken már úgy tud részt venni, hogy ő egy mestercímet képvisel. Nagyon fontos az, hogy a mestereknek mi nem engedjük el a kezét, amikor elvégzik ezt a mesterképzést, illetve levizsgáznak, hanem néhány évvel ezelőtt mester szakmai tagozatokat indítottunk, és az adott szakmákban a mestereknek különböző továbbképzéseket, üzemlátogatásokat és különböző szakmai programokat szervezünk, nem csak belföldön, hanem külföldön is. Tehát lehetőséget biztosítunk arra, hogy nemzetközi eseményeken is részt tudjanak venni, illetve eljussanak olyan vállalkozásokhoz, olyan helyekre, ahová egyébként nem tudnának elmenni, és a kamara ehhez biztosítja a szakmai feltételeket. Mindezek mellett pedig a vállalkozókat is segítik. Van egy olyan program, amely már eddig is létezett, de úgyhogy, ha jól tudom, a koronavírus után megújították, és újfajta elemekkel színesítették le, ha lehet ezt így mondani. Ez pedig nem más, mint az új Széchenyi hitelkártya program. Mennyiben új, mennyiben másabb? Néhány új elemmel bővült a Széchenyi hitelkártya program. Kimondottan azért, hogy a járvány alatt nehéz helyzetbe került mikro, kis és középvállalkozásokat segítse. Itt kedvezőek a hitelfeltételek, illetve olyan lehetőséget biztosít a vállalkozások számára, hogy a pillanatnyi likviditási gondjukon enyhítsen. Így ennek megfelelően új folyószámla hitel került meghatározásra, munkahely megtartó támogatás, likviditási támogatás, illetve új beruházási hitel. Ezekről a vállalkozások folyamatosan tájékoztatást kapnak a kamarától, akár kör e-mailben tájékoztatásként, illetve a kamara honlapján adunk részleteket ezzel kapcsolatban. A Széchenyi Kártya programnak van egy külön honlap felülete, illetve a kamarai munkatársak is készséggel állnak rendelkezésre, tehát őket is lehet kérdezni. Mennyiben nehéz megfelelni egy vállalkozásnak egy ilyen programban való részvételhez? Nyilván itt megfelelő számszaki előírásnak meg kell felelni. Itt figyelembe vesszük azt, hogy a bank is milyen feltételeket diktál, és a kamarai munkatársak már egy előminősítést végeznek, és azután kerül a bankokhoz bírálatra a különböző Széchenyi kártya hitelkonstrukciókkal kapcsolatban az anyag. És a vállalkozásokat igyekszünk segíteni abban, hogy jól össze tudják állítani a hitelkérelmüket, tehát tanácsadást is biztosítunk számukra. Van munka bőven, ráadásul, hogyha jól tudom, akkor még új feladatkörrel is bővültek. Igen, a július 1-től a kamara ad tájékoztatást arról, hogy a vállalkozások indításához milyen hatósági engedélyekre és milyen képzettségre van szükség. Ezzel kapcsolatban működtetjük most már az ETUS rendszert. Nagyon sokan érdeklődnek ez iránt, az egyéni vállalkozások, akik indítani szeretnének vállalkozást. Itt tényleg egyéni vállalkozásokról, vagy katásokról van szó, vagy ebbe a halmazba beletartoznak ők is. És itt tájékoztatást adunk arról, hogy milyen hatósági engedélyre van szükség, ezeket a hatósági engedélyeket hol lehet beszerezni, illetve hogy egy-egy vállalkozás viteléhez, egy-egy tevékenység viteléhez milyen jellegű képzettségre van szükség. Ezzel kapcsolatban is a munkatársak
készséggel állnak rendelkezésre, tehát mindenkinek csak bátran tudom ajánlani, hogy jöjjenek a kamarába, kérdezzék a munkatársakat, illetve figyeljék a kamarának a honlapját, mert ott folyamatosan tájékoztatást adunk ezekről a tevékenységekről, területekről, és a járvány alatt is mi folyamatosan tájékoztatást adtunk, és igyekeztünk napra készek lenni a törvényi változásokkal, az előírásokkal, az üzletek nyitvatartásával, és bármilyen jellegű kérdéssel kapcsolatban, ami a vállalkozásokat érintette. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. A koronavírus már 2020 első negyedévében éreztette hatását a munkaerőpiacon, a turizmus területén, a közúti közlekedési balesetek számában, az exportpiacok szűkülése miatt pedig az ipari termelés is 2,9%-kal mérséklődött. Ugyanakkor a kiskereskedelmi forgalom márciusban például 6%-kal nőtt. Hasonlóan drasztikus változásokat fog mutatni a második negyedéves összesítés is. A munkahelyüket elvesztett személyek egy része a járvány miatt nem tudott aktívan munkát keresni, illetve nem tudott volna két héten belül munkába állni, így nem felelt meg a munkanélküliség nemzetközileg elfogadott kritériumainak. Ennél fogva ők a gazdaságilag inaktívak számát növelték. Másrészt a tavalyi év folyamán szinte folyamatosan csökkent a munkanélküliek száma a megyében, így az év elejé növekedés következtében még mindig kevesebben voltak, mint egy évvel ezelőtt. Regisztrált vállalkozások alatt az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező, adószámmal rendelkező egységeket értjük. Ide tartoznak például az őstermelők is, akik Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében köztudottan sokan vannak jelen. Ez a magyarázata a viszonylag magas Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás sűrűségi mutatónak, hiszen 1000 lakosa 212 regisztrált vállalkozás jutott, a megyék közül a legtöbb, csak Budapesten nagyobb a mutató ennél. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a társas vállalkozásokból csak 26 jut 1000 lakosra a megyében, ami a fele az országos átlagnak. A regisztrált vállalkozások száma egyébként az országoshoz hasonlóan kissé növekedett az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az őstermelők igen nagy számban vannak jelen a megyében, így emiatt is magas a vállalkozás szám. Ezen kívül a vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása is eltér az átlagostól, illetve a többi megyétől, és itt is megjelenik a mezőgazdaság, illetve a többi árutermelő ág viszonylag magasabb aránya szemben a szolgáltatásokkal. Valóban a megyei átlagkereset 7/10 az országosnak. Területi különbségeknek nagyon sok összetevője van, például az eltérő gazdaság szerkezet, vagyis hogy a megyében a jobban fizető gazdasági ágak súlya alacsonyabb. De azonos gazdasági ágon belül is alacsonyabb bérszínvonal jellemző a megyére, ami összefügg a munkaerő kínálati és keresleti viszonyaival is. A közfoglalkoztatottak magasabb aránya is befolyásolja a keresetek területi különbségeit, hiszen ahol nagyobb arányban vannak jelen, ott az alacsonyabb keresetük lefelé viszi az átlagot. A viszonylag alacsony esetek egyébként jelzőek a többi alföldi, észak-magyarországi és dunántúli megyére is, szemben a magasabb keresetű Budapest környéki, illetve nyugat és közép-dunántúli térségekkel. Magyarországon a turizmus kiemelt célpontjai Budapest és a Balaton régió, a vendégforgalom több mint fele itt koncentrálódik ebben a két térségben, így nyilván a többi térség szerepe jóval kisebb. Ennek köszönhető a viszonylag kicsi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei arány. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereskedelmi szálláshelyein 2020 első negyedévében 27 ezer vendég, mintegy 50 ezer vendégészakát töltött el. A vendégészakákban mért forgalom januárban és februárban összességében 22%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Március második felére sok szálláshely bezárt a járvány miatti intézkedések következtében, így ennek hatására a vendégforgalom 52%-kal elmaradt a 2019 márciusitól. A vendégészakák kétharmadát szállodákban töltötték a vendégek. A települések közül Nyíregyháza emelkedik ki az összes vendégészaka szintén mintegy kétharmados arányával, mellette Nyírbátorban, Vásárosnaményban és Kisvárdán regisztráltak többezres nagyságrendű vendégészakát az év elején. 170 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt az első negyedévben a megyében,
5-tel több, mint egy évvel korábban. Országosan ugyanakkor valóban csökkent a balesetek száma. Januárban és februárban az egy évvel ezelőttinél több, márciusban pedig számottevően kevesebb baleset történt. Ez utóbbiban valószínűleg már szerepet játszott a járvány miatti kisebb forgalom. A balesetek túlnyomó része a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása, illetve az elsőbbség meg nem adása miatt. Ahogy már említettem, a koronavírus járvány hatása már megjelent az első negyedévi munkaerőpiaci adatokban, továbbá visszavetette a turizmust és szerepet játszhatott a baleset szám csökkenésében. Ezen kívül az ipari termelés 2,9%-os mérséklődésében is szerepe lehetett a járványnak az exportpiacok szűkülése által, ugyanakkor az építőipari termelés 15%-os visszaesésében inkább az egy évvel korábbi magas bázis hatása tűnik mérvadónak. A kiskereskedelmi forgalom az első negyedében 10%-kal, ezen belül márciusban 6%-kal nőtt. Ez utóbbira hatással volt a járvány következtében változó vásárlói magatartás, illetve a boltok nyitvatartását korlátozó rendelkezések sora. Azt már látjuk, hogy az áprilisi és májusi adatokban még erősebben kijön a járvány hatása. Például a megye ipari termelése áprilisban és májusban is 20%-os visszaesést mutatott, miközben a kiskereskedelem is mérséklődött áprilisban 7%-kal. Azt pedig az adatok ismerete nélkül is tudjuk, hogy áprilisban gyakorlatilag megállt a turizmus. Azért vannak biztató jelek is, mivel a kiskereskedelem volumene az áprilisi csökkenést követően májusban már 4%-kal nőtt a megyében. Tervben van, hogy Nyíregyházára is elhozzák a Várak és Erőd templomok című festménykiállítást, amelyet több más határon túli helyszín után várpalotán mutattak be az elmúlt hetekben. A tárlat fővédnökét, Petnázy Attilát kérdezzük a részletekről, aki a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos, és jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt! Tisztelettel üdvözlöm a kedves nézőket! Ez a festménykiállítás azért elmondhatjuk, hogy egy pályázathoz is kapcsolódik, ugye? Hát akkor közelítsük meg úgy, akkor kezdjük először a pályázat. Tulajdonképpen kétféle képzőművészeti attrakcióról van szó. Az egyik Potyók Tamás festőművész úr által jegyzett Várak és Erőd templomok című kiállítás, melyet ő talált ki és keresett hozzá segítséget a megvalósításhoz. A másik pedig, ami a kiállítás ihletet, ez pedig egy gyermekeknek kiírt gyermekrajzpályázat. Potyók Tamás festőművész úr és az ő segítsége, a kiállítás kurátora Nagy Géza megkerestek engem ebben a dologgal, hogy már 11-nehány festmény elkészült, amiben a festőművész megfestette a Kárpát-medence 14 várát, ami önmagában egy nagyszerű vállalkozás, jelképről lévén szó a várak tekintetében. Elmondhatjuk, hogy a várak mindig megindítják mind a felnőttek és mind a gyermekek fantáziáját. Egy nagyszerű dolog, és hát, hogy Kárpát-medencéről van szó, rögtön meglódul a fantázia. Elmondhatjuk, hogy védőbástyái voltak ezek kultúránknak, történelmünk jeles pillanatai kapcsolódnak hozzá, számtalan történelmi személyiség, úgyhogy egy nagyszerű vállalkozás, és úgy tervezték, hogy Kárpát-medence szerte lesznek a kiállítások is. Na hát ennek láttak neki ők Hollókőn, és aztán már én is kapcsolódtam a dologhoz, következett egy határon túli helyszín Hegyközszentélyre, majd Szatmárnémeti, és aztán Várpalota, a mostani várpalotai kiállítás, aminek most van vége, az volt az első anyaországi kiállítás, de hát így folytatjuk tovább. Az, hogy Kárpát-medencei várak, ez azt jelenti, hogy a nagy történelmi Magyarország területén lévő várakról is szó van? Igen. Tehát nem csak a... Így van, szerencsére elmondhatjuk azért nyugodtan, hogy a teljesség igénye nélkül, tehát ez megfesthetetlen, szerencsére. Ide akaródzik azért az is, hogy elmondjam, hogy a magyar kormány kiemelt feladatának tekinti azt, hogy felújítson várakat. Ez a magyar várprogram, a magyar kastélyprogram, amikor történelmünk ezen jeles épített örökségeinek darabjait megpróbálja megóvni az utókornak.
Magyarán van is miről festeni. Hát mert van. Ugye tehát akkor nem romokat lehet lefesteni, vagy kell lefesteni, hanem felújított várakozó. Sokszor felújított, de az érdekesége egyébként az ennek a kiállításnak, vagy ezeknek a képeknek, hogy Potyók Tamás úgy gondolta, hogy azért némely várat a jelen állapotában fest meg, és némely várat pedig egy kicsit idealizált állapotban, vagy ami már az enyészet élet, de legendás, aki mondom, tudják a kedves nézők, Húszt vára például azért erősen romnak mondható, ő azt úgy is festette meg, mint a jelenlegi állapota, de mindegyik egy kicsit olyan meseszerű, de ugyanakkor kellően hiteles ábrázolásai a váraknak. Mennyiben létezik ön szerint Magyarországon várkultusz? Szerettek az emberek várakkal? Ez a kormányprogram mindenképpen hozzájárult, hogy létezik, mert egyre nagyobb és nagyobb tömegek kirándulnak. Én egy mániákus vagyok, ezt még édesapám ragasztotta rám. Mi bebarangoltuk az országot, sőt, akkor is átléptünk határon túlra is, sokszor is várakat másztunk meg. Ez volt az ő ajándéka nekünk sok minden mellett. És aztán egyre több és több helyen, visszatérve az én gyerekeimmel, látom, hogy mennyire nő a látogatók száma ezekbe a várakba, és ez bizony hozzájárul az is, hogy ezek fel vannak újítva, interaktívá vannak téve, a kiállítások egyre izgalmasabbak, látványosabbak, ne mondjam sok helyütt, például Sümeg vára az egyik élharcosa volt ennek, hogy ilyen lovagi játékok is megrendezésre kerülnek nyári időszakokban, úgyhogy egyre jobban és a határon túlon is jönnek át, akár egyébként a festmények között is fellelhető Boldogkőváralján. Például rengeteg a szlovák turista is, úgyhogy azt hiszem alakul ez a várkultusz. Nos, adott volt a dolog, hogy a másik dologra térjek, hogy kiírni szeretnénk egy rajzpályázatot gyermekeknek, és kerestünk hozzá egy partnert, nagy szerencsére, aki bábáskodik az egész fölött, az a Rákóczi Szövetség. Csáki Csongor elnök úrral beszélve azt mondták, hogy ilyen nemes dologhoz szíves örömest adják a nevüket, és kiíródott 1-től 4 és 5-től 8 osztályos gyermekeknek, mihez máshoz is, a várakhoz kapcsolódó rajzkiállítás, és hát nagy örömmel jelentem, hogy dőlnek a pályázatok. Ez a felhívás egyébként megtalálható a Rákóczi Szövetség honlapján. Tehát továbbra is lehet pályázni? Egészen szeptember 30-áig lehet pályázni, de annyit talán elmondhatok. A anyaországi várak közül Gyula vára volt az első versenymű, ami beérkezett, a határon túliak közül pedig Vajdahunyad. És hát valószínűleg ugye úgy tudják megfesteni, lerajzolni a gyerekek ezeket a várakat, hogyha ők maguk is ellátogatnak oda, gondolom. Egy szerencsés helyzetben, igen. Azt akarom ebből kihozni, hogy ugye ez mennyiben tudja támogatni egyáltalán a magyar turizmust, hiszen itt vagyunk egy vírusos helyzet után, amikor is ugye hát a kormányzati kommunikáció is az, hogyha teheted, akkor maradj otthon, mármint határon belül. Hát azért kicsit a ebbéli programok próbáltunk ugye kiötölni, és az egyik okozója volt, sajnos nem sajnos a vírus is, hogy egy ilyen rajzpályázat könnyedén megoldható úgy, hogy kiírjuk, és akkor a gyermekek otthon kiki maga hozzálát megfesteni, megrajzolni a maga rajzát, de hát bizony azért ez egy ilyen felhívás, ez egy ilyen kiállítás, amihez egyébként mindig kapcsolunk kulturális produkciókat is. Ez hozzájárul azért mindenképpen, hogy gyermek önmaga is elgondolkozzon azon, hogy milyen várhoz köti valamilyen emlék, milyen vár az, ami az ő lakhelyéhez közel van, vagy milyen vár az, amiről a szüleivel egyáltalán valamikor is beszélgetett. Úgyhogy ez mindenképpen meg is jelenhet a magából pályaművekbe is, mert hogy nem feltétele a pályázatnak, de ha hozzá bigyezt a kedves diák egy-két sornyi élményt is, az még teljesebbé teheti, szól a felhívásba, és ezt megtették, és mondhatom, hogy olyan dolog van születőbe, amit valahol teljes egészében is majd, akár online a vírus után is
be lehet majd mutatni. Hát azért a motivációs erőről mi beszéljünk, mit lehet nyerni. Hát lehet nyerni a Rákóczi Szövetség által biztosított mély meglepő nyaralásokat a következő nyárra, és festőeszközöket, értékes festőeszközöket, és terve van az is, hogy a győzteseket majd vendégül látjuk egy kiállításon, ahol maga a Váraki Erőtemplom, a kiállítás és a kiállított pályaművek, a gyermekek által alkotott művek és kiállításra kerülnek egy időben, és itt lesznek átadva a díjak is. Ráadásul Potyók Tamás tárlatát Nyíregyházára is tervezik elhozni? Hát terve van, és már itt ennél nyíregyházi barátainkkal beszélgettünk rajta. Szerintem elmondható Nyíregyházzal is ugyanúgy, mint más helyszíneken, hogy nyitott szívvel fogadják, és nagyon szívesen fogadnak egy ilyen nagyszerű ötleten alapuló kiállítást. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb hétfőn jelentkezünk friss adással. Viszontlátásra!